Megtartotta a soron következő ülését Tataváros önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi és városfejlesztési bizottsága. A megbeszélés során 11 napirendi pontot vitattak meg a tagok. Meglepő módon kevés napirendi pontunk volt. Talán kiemelném, hogy foglalkoztunk a város közterületeinek használatával kapcsolatos előterjesztéssel. Ebben az a döntés született, hogy ne támogatjuk azt az előterjesztést, hogy miután már 2 éve nem volt ezzel kapcsolatosan áremelkedés, tehát a közterületi használati díjak emelését az infláció mértékéig támogattuk, valamint sokat beszéltünk arról is, hogy milyen módon és hogyan kellene a választások idején a plakát, illetve propaganda dolgokat kezelni. Erre voltak az ülésen is javaslatok. Most ez megfontolásra kerül, és valószínűleg a testületi ülésig tisztázódnak azok a javaslatok, amelyeket megfogalmaztunk. Szabályozási tervvel kapcsolatos előterjesztés is volt, ez érintette a Keszthelyi út, Oroszlányi utca, Május 1 út és Új út közötti területet, valamint az építők parkját. Mind a kettőben már egy jó vágyása volt, csak szükség, mi már érdemben már nem foglaltunk állást. Kiemelném még a városi kitüntetésekkel kapcsolatos előterjesztést, ahol annyi változás van, hogy egy új díj támogatását javasoljuk. Mátyás királyról elnevezett díjat szeretne alapítani a város, ami a Zsigmond király díj mellett lenne egy hasonló elismerés, ami elsősorban kulturális, de az felüleli a szociális, az oktatási, sport és egészségügyi területeket is, tehát egy komplexebb elismerést jelenthetne, vagy azokról a területekről. Ez mindenképpen egy jó előrelépésnek érezhető. Elég hosszan beszéltünk a Vértes Volán előterjesztéséről, illetve beszámolójáról. Valójában a beszámoló az elfogadásra került, és nincsenek olyan negatív következménye, ami tehát a város közlekedési színvonalát érintené. Viszont azt tapasztalható ismételten, hogy sajnos csökkent a jegyvásárlók száma és a közlekedési szolgáltatást igénybe vevők száma, ami nem túl jó, mert az mind a két fél számára, a szolgáltató számára is, meg a város, aki ezt megrendeli, ezt a szolgáltatást, ez többlet kiadást is. Tehát rosszak a fajlagos mutatók, többletköltségbe kerül. Arról beszéltünk, hogy hogyan lehet további olyan lépéseket tennünk, amelyek ezt a dolgot még jobbá tehetik. Tehát, hogy a szolgáltatás színvonalát azt mindenképpen szeretnénk magasan tartani. Menetrendben is esetleg keresni azokat a lehetőséget, ahol jelentősen jobbá tehető, meg azokat a kora reggeli vagy késő esti órákban, amikor úgy tűnik, hogy alul használtak a menetrend szerinti járatok, ezekben valamilyen változtatást hajtsunk végre.